tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Hovi galériánk megnyitóján. Engedjétek meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Király Kornéliát, a Színes Alapítvány kuratóriumi tagját és a rajzszakkör vezetőjét. Rajzszakkör vezetője, és 60 városban nagyon sok gyermek jár az ő rajzszakkörében, óvodás kortól egészen felnőtt korig. Képzeljétek el, hogy eljött hozzánk, elhozták ezeket a csodálatos képeket, amit a gyerekek készítettek. A gyerekeket is szeretném nektek bemutatni, Baranyi Tamás Márk, gyere Márk, mutasd meg magad, hogy lássanak az óvodások. Ő a Gódor Kálmán utcai tagóvodába jár, nagy csoportos, egy nagy tapsot neki, mert nagyon szépen dolgozik. Szilveszter Erik, ő a volt óvodásunk, ő most első osztályos. Libertényi Adél, Adélka is ide járt a mi óvodánkba. Antalóci Boton, ő az egyes iskolába jár. Murta Viktória, és Maku Bálint. A rajzszakkörben, de biztosan ti is megnéztétek már a képeket, és az óvónénik is megnézték. És az óvónénik, ahogy meglátták ezeket a képeket, úgy állították össze a gyermekdalokból, gyermekmondókákból álló műsorukat, hogy ezek a képek ihlették őket arra, hogy ezt a műsort előadják nekünk. Én felkérem az óvónéniket, hogy mutassák be nekünk. Jön a kocsi, most érkeztünk, jaj, de nagyon eltévedtünk, gyere pasanáztunk, fáztunk, ma de kicsit elnortáztunk, gyegenye fa, ingó, bingó, rajta ül a vázott holló, teregeti csapszott tollát, keserüli holló voltát. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Csip, csip, csóka, vak, varjúcska, komám asszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta, heses. Egyelem, vegyelem, tenger, tánc, hajú, sógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyebek, csak egy falat kenyeret. Szil, szál, szalma, szál, eci, beci, tenger, eci, pál. Eszterlánc, eszterlánc, eszterlánci cérna, fülemüle, eszterlánya, fordulj angyal módra. Eszterlánc, eszterlánc, eszterlánci cérna, fülemüle, eszterlánya, fordulj angyal módra. Cini, cini, muzsika, táncol a kis zsuzsika, jobbra dől, meg balra dől, tücsök, koma, hegedű. Tekeredik, aki jó létes akar lenni, tekeredik a rétes kígyó akar lenni, tekeredik a kígyó rétes akar lenni, tekeredik a rétes kígyó akar lenni, tekeredik a kígyó rétes akar lenni, tekeredik a rétes kígyó akar lenni. Fere, fere, tercsi, szava, pattog, szapora a nyelve, ha mulattok. Tercsi mindig főszereplő, jár a szája, mint kereplő, fogacsattok. Hegyi patakocska, csobogása, csiribiri csirke, csipogása. Tercsi mindig főszereplő, jár a szája, mint kereplő, fogacsattok. A csacsi beszédnek sok az alja, se füle, se farka, csupa szalma. Tercsi mindig főszereplő, jár a szája, mint kereplő, fogacsattok.
szeretném felkérni tisztelettel Király Kornéliát, rajztakkörvezetőit, hogy egy pár gondolattal mutassa be nekünk, hogyan itt is alkottak a gyerekekkel, mit szoktak csinálni. Külön köszönünk a gyerekek nevében is, akik egész évben nagyon-nagyon sokat dolgoznak, úgymond, tehát mi mondjuk felnőttek csak, hogy dolgoznak, remélem, hogy ők ezt szórakozásnak veszik, miközben megtanulnak nagyon szépen rajzolni. Emberalakokat mozgás közben, itt Bocsaviki munkáját látjuk, megtanulnak állatokat ábrázolni Adélnak a munkáján, itt az alsó képen látható, állatokat a saját környezetükben, növényi motívumokat, ami szerintem nagyon fontos, hiszen a magyaroknak a motívumvilága szinte az egyik leggazdagabb. Az egész világon mondhatom ezt is, vagy hát kifejezetten gazdag motívumvilággal rendelkezik a magyar népi kultúra, és mindenkinek személyes népi, vagy személyes motívumvilága is van. Maku Bálintnak a két grafikáján ez abszolút szenzációsan látható. Különböző érzelmeket kifejezünk, ugye? Nap mint nap, az arcunkkal, a mozdulatainkkal, és ezt is lerajzolni gyerekfejjel szerintem nagyon nehéz, és ezeket is nagyon szépen meg tudják jeleníteni képeken a gyerekek. Az apa, anya, a barátommal, a testvéremmel való kapcsolat mozgásban és színekben kifejezve lehet látni még itt Bálintnak a munkáját, és Szilveszter Eriknél is nagyon-nagyon szépen megjelenik a növényi és állatvilág, ahogy a tekeredő kígyó, ahogy itt az óvónénik is énekelték, ahogy körbeöleli a tojásokat egy nagy levélkupac közepén. Úgyhogy remélem, hogy amilyen nagy boldogsággal töltötte őket is el az alkotást, olyan nagy örömet fog itt is okozni majd az Ovi galériában, ahogy nap mint nap elmentek majd mellette, és egyszer-kétszer megcsodáljátok a képeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. A gyerekek nevében is. Az óvodában nagyon-nagyon sokat dolgoznak a gyerekek úgymond a rajzmintázás sarokban, kicsit védve a többiektől, hiszen azt tudni kell, hogy az óvónénik szinte mindenki nagyon-nagyon kedveli a rajzmintázás eszközöket, illetve azokat a technikákat, amikkel megtanítják a gyerekeket, és lánfóan folytatása az óvodán túl az iskolában és a városban működő rajztakkörökben. Én kívánom mindenkinek, hogy ilyen sikeres alkotó legyen, mint a jelenlévő gyerekek, mert nagy boldogsággal tölti el őket, és biztosan jól érzik ott magukat. És majd engedjétek meg, hogy meg is köszönjem egy nagyon pici kis ajándékkal, hogy elhozták ezeket a csodálatos rajzokat, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokat fogjuk mi is megcsodálni, és ezennel megnyitom a galériánkat. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Elsőnek Kornéliának szeretném megköszönni. Miért fontos ez a kiállítás? Nagyon fontos, hiszen a városban élő művészeket, vagy a művész tanárokat, vagy rajztakkörvezetőket keresünk meg, hogy éjszakonként az Ovi galériánkba elhozzák az ő műveiket. Ez nagyon fontos a jövő nemzedék nevelése érdekében, hiszen a művészeti nevelés áthatja az egész életüket. Úgy gondolom, hogy ezt 3-6-7 éves korban kell megalapozni ahhoz, hogy ezek a művészi értékek a gyerekekben, mint a kis magokat elvetjük, és majd mire felnőttek lesznek, ez szárba szökken, hiszen itt az eredménye, hogy a városunkban nagyon sok olyan művész van, aki óvodás korától szerette ezeket az ágakat, nagyon sokat foglalkozott vele, és megtalálják az olyan felnőttek, akik képesek arra, hogy kihozzák a gyerekekből a tehetségeket. Ez elkezdődik óvodáskorban, és nagy öröm, hogy folytatódik iskoláskorban, illetve vannak olyan alapítványok és művészek, akik 60-ban foglalkoznak a tehetséges gyerekekkel. Mennyi idő alatt készültek el ezek a képek, és miért fontosak, hogy már óvodáskorban művészetre oktassuk a gyermekeket? Véleményem szerint nagyon fontos az, hogyha a környezetünkre igényesek vagyunk, ezt már gyerekkorban megtanulják például az óvodások, vagy az iskolások, általános iskolások, vagy középiskolások. Színekkel foglalkozunk, egy-egy foglalkozásnak az időtartama 2 óra hossza. 2 óra alatt nagyon igényes és nagyon szép munkákat tudnak létrehozni a gyerekek. És mit gondolsz, lesz ennek folytatása most kiállított gyermekek munkáiból a következő kiállítások?
Minden évben van egy saját zárókiállításunk, az iskolai tanévvel együtt zárjuk mi is a tanévet. 13 évet csinálom már ezt a rajzszakkört. Nyáron táborokat szoktunk szervezni, ahol a festésen kívül más egyéb kézműves technikákkal is megismerkednek a gyerekek, illetve folyamatosan szoktunk felajánlani képeket különböző hatvani intézményeknek, oktatási intézményeknek, kórháznak, stb. Mit ábrázol a képed? Hogy itt van egy kígyó, és letakarja a tojásait. Miért ezt festetted? Nem festés. Milyen technikával készül? Zsírflétával. Mit ábrázol a te képed? Hát a családi szeretetet. Tehát, hogy anyuka átöleli a kislányát, vagy apuka is átöleli a kislányát. És milyen technikával készítetted? Olajpasztel, amivel dolgoztam. Mióta foglalkozol ilyenekkel, művészettel? Első óta, tehát, hogy amikor először elindultunk a rajzszakörön, azóta. Mit ábrázol a te alkotásod? Lovakat. Lovakat? Igen. És hogy milyen technikával készítetted őket? Zsírkrétával. Mióta jársz művészeti szakkörre? Óvoda óta. És szeretnéd tovább folytatni? Igen.